Az utóbbi hetekben, hónapokban egyre többet lehetett hallani a H1N1 vírusról, valamint az ez ellen beadható védőoltásról. Sokan már beadatták a vakcinát, azonban még mindig sokan vannak azok is, akik nem. Az utóbbi napok tapasztalatai azonban egyre pozitívabbak. Ahogy egyre több hírt lehetett hallani a kórházba került H1N1 influenza vírus által megbetegedett emberekről, és a szövődményekről és a néhány nagyon súlyos kimenetelről, úgy javult a helyzet, több lett az érdeklődő. Folyamatosan próbáltuk tájékoztatni az elérhető embereket, mind a gyerekek, különösen a tinédzserek szintjén, mert ott a szülő hiába akarja, ha a tinédzser elzárkózik, és őt nem tudjuk meggyőzni, abból nem lesz oltás. Meg aztán iskolai és óvodai szülő értekezleteken is igyekeztem meggyőzni az embereket az oltás szükségességéről. Na most részben ettől, részben attól, hogy azért hallják a híreket a szövődményekről, a kockázatokról, meg egy kicsit talán már úgy egységesedett is a médiában is a hallható hírek szempontjából a vélemény, úgyhogy javul folyamatosan az átoltottság, de még mindig nem az az érték, ami ideális lenne ahhoz, hogy ne legyen súlyos járvány. A járványról számos hír kering talán világszerte. A legveszélyeztetettebb korosztályok közé azonban sokak szerint a fiatalok, az idősek és a kismamák mondhatók. Erről a járványról most azt mutatják a megfigyelések, hogy az egészen fiatalok, tinédzserek fogékonyabbak. A 60 éven felüliek között vannak olyanok, akik nem annyira fogékonyak most a jelenleg dúló H1N1 vírus ellen, viszont ha a 60-on felüliek közül megkapja valaki, ott viszont nagyon súlyos lefolyást tapasztaltak szinte minden 60 éven felülinél. Tehát a 60 éven felüliek között kevesebben kapják meg, de akik megkapják, nagyon betegek. Most a fiatalabb korosztály viszont teljesen fogékony, és hát az influenzások, akik H1N1 vírustól kapták el ezt az influenzát, többségük azért szerencsére nagyobb baj nélkül meggyógyul, kilábal a betegségből. Viszont vannak egészséges, ám korból vagy egyéb dologból kiindulóan veszélyeztetettebb csoportok, különösen veszélyeztetettek a kicsik, a csecsemők, kisdedek, meg a terhesek különböző okból, de gyakorlatilag mindegyikőjük azért, mert egy kicsit az immunrendszerük nincs annyira toppon. A szekhalmi gyerekek közül már összességében elmondható, hogy több százan beadatták az oltóanyagot. Az egyharmad, egynegyednél jobb az oltási arány, mert ebben az arányban nincsenek benne azok a gyerekek, akik kampányoltás keretében vették fel az oltást, főképpen itt az általános és középiskolás gyerekekre gondolok, mert az óvodások részéről a kampányoltást nem nagyon vették igénybe. Tehát ennél lényegesen jobb az átoltottság, de a praxisban, akik felvették, azok a két praxisban ugye a harmad, a negyede körül van. Az oltás fontosságáról. Vannak olyan betegségek, amiknek egyetlen kórokozója van, és az a kórokozó nem változékony. Ezek ellen a szervezetünk akár egy védőoltás, akár egy átvészelt betegség kapcsán védettséget alakít ki. Ilyen például a kanyaró. Ha valaki volt kanyarós, vagy manapság ugye már nem, mert beoltottuk, akkor életre szólóan védettnek tekinthető. Vannak olyan betegségek, amiknek sokféle kórokozója van, ezért egyetlen fajta vagy két-három fajta védőoltással magát a betegséget kivédeni nem lehet, csak az adott kórokozó ellen véd a vakcina. Ilyen például a tüdőgyulladás, az agyhártyagyulladás és még nagyon sok betegség. Az a sajátosság az influenza vírusnak, hogy időről időre, gyakorlatilag évről évre változtat egy kicsit az antigénjén. Az antigén a vírusnak az a része, amit a szervezetünk felismer, aminek alapján beazonosítja, hogy aha, ezt a vírust én már láttam, ez elején már tudok védekezni. Az influenza vírus minden évben változtat egy kicsit az antigénjén, és ezért kell minden évben új vakcinát készíteni, és azt mindig az előző évi betegektől izolált vírusokból készítik, mert annak van legnagyobb esélye, hogy az adott évben, vagyis hát a következő évben az okoz majd járványt. Hát erre garancia nincsen, de azért a tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a módszer azért elég jól bevált. 15-30 évenként a teljes antigénjét lecseréli ez a vírus,
és ilyenkor vannak a nagy világjárványok. És azért nem lehet most ezt a jelenlegi járványt megítélni a korábbi évek tapasztalataiból, mert most egy ilyen nagy antigénváltás van. Az emberiség történetében több ilyen súlyos lefolyású világjárványt jegyeztek már föl. Utalnék itt a spanyol náthára, ami tulajdonképpen egy influenza volt, és több áldozata volt, közel 20 millió, tehát több áldozata volt, mint a világháborúnak. Na most előtte, meg utána nem volt annyira durva lefolyású az influenza, de akkor egy ilyen komplett antigéncsere miatt mindenki fogékony lett. És akkor ezért tudott ilyen világméretű járványt okozni. Most tulajdonképpen hasonló a helyzet. Több okból nyilván ennyire súlyos lefolyásra nem kell számolnunk, mert hogy egyrészt egy csomó ember azért oltat, és ő védettnek tekinthető. Legalábbis kb. 80%-ban véd a vakcina. A maradék 20%-ban nem teljesen tudja kivédeni. Tehát az oltottak 20%-ában nem teljesen tudja kivédeni a vakcina a fertőzés, de mindenképpen azt mutatják a tapasztalatok, hogy ebben az esetben is egy enyhébb lefolyásra lehet számítani, ha valaki oltott. Az orvosok nagy része szerint az oltásra így szükség van. Ez most egy agresszívebb lefolyású járvány. Ez azt jelenti, hogy több a szövődmény lényegesen, mint a korábbi évek influenza járványa során. Szövődmények akkor is voltak, sajnos halálesetek minden influenza járvány idején előfordulnak, de azért mégis azt lehet mondani, hogy sajnos itt 10-15-ször nagyobb az esély arra, hogy valakinek komoly szövődménye lesz, ha megkapja az influenzát. És azért kérek mindenkit arra, hogy ne arra gondoljon, hogy tavaly, meg tavaly előtt, meg azelőtt sem volt problémám az influenzával, ha megkaptam se, mert ebből megítélni a jelenlegi kockázatokat nem lehet, pont azért, hogy ez most egy súlyosabb, agresszívebb járvány.